Hello, szia mindenki! Eljött a mai napi vietnámos Battlefield Bad Company 2 vietnámos túravezetésünk. Úgy van, most megyek először ezen a pályán, aminek az a neve, hogy Operation Hastings, és fogalmam sincs még, hogy mihez fogok kezdeni, de igen, barangoltam itt a szerverek közt, és találtam egy moddol szervert, nekem amúgy meg alapból nincsen meg a Battlefield Bad Company 2 Vietnam DLC, legalábbis én nem tudtam róla, hogy megvan vagy akármi, na mindegy is. És felmentem erre a szerverre, és egyszer csak a vietnámos mapok jöttek elő, és mint látható, ez egy úgy van megmordolva, hogy itt valami tízszeres, vagy nem tudom hányszoros scores van, de csak úgy ömleni fognak nekünk a pontok, úgyhogy itt kicsit lehet tápolni a fejlődést, aki még akar fejlődni a Bad Company 2-ben, annak ezeket a szervereket tudom ajánlani. És hát itt a B pont, mert ezt onnan tudom, hogy látom, hogy az ászló fölött ott egy B betű. De komolyan mondom nektek, gyerekek, még életemben nem játszottam ezen a pályán. De mint örömmel látom, Uzival egész jó vagyok. Ilyen 10-20 méter távolságról, úristen, hát itt izé haigálják a gránátot. Még kicsit szotnom kell a játékot, már nem mindig tudok úgy kiigazodni a itt található elemekben, meg hát ahhoz képest, hogy egy DLC-ről van szó, szóval azt hittem ebben jóval több fegyver van. Baromi kevés fegyver van ebben a DLC-ben. Az alapjátékhoz képest ez igencsak elenyésző. És beleépülök a textúrába, ha jól láttam. Érdekesen van megcsinálva. Lehet, hogy csak a moddolásnak köszönhető, de hát a fene tudja. Na mindegy, ott megy egy ferde hajlamú, ferde nézésű vietnámi úriember. Ó, és itt található még egy, akivel most sikerült végezni, és 250-et kapok egy gyilkolásért, úristen! Akkor azt hiszem itt összörös izé van. Ó, és ott van még egy gyerkőc, megpróbálom leszedni, és igen, sikerült. Azt hiszem egy egész jó kis kemper helyet találtam itt magamnak, és nem tudom, ez egy hardcore szerver, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mennyi lőszerem van még az uzim hozzá. Egyelőre tetszik a dolog, meg hát tápolnak is engem vissza. Úgyhogy nagyon kellemes, tényleg... kínos zavaromban nem is néztem, hogy már hány ticketről indultunk, de azt hiszem, hogy 700. Nem akarok ilyeséget mondani, de mit tudom, legyen 700 ticketről indult a körünk. És hát Conquest, mint mindig. Szóval én a Conquest műfajnak vagyok az ilyen, hogy is mondjam, rendíthetetlen híve. Rush módot is szoktam néha játszani, de hogy is mondjam, abban hamar belefáradok. Meg úgy, ha elveszik a lendület, akkor utána vége is van a dolognak. Hát sikerült még egy fickóval végezni. Így el vagyok itt időtlen időkig. De csak meg kéne próbálkozni a C pont befoglalásával, annál is inkább, mert hogyha jól láttam, 2500 korsz jár egy kontrollpont befoglalásáért, és ha jól láttam, most sikerült beleépülnöm megint a textúrába, és nem bírok mozdulni. Hát ez egy kicsit érdekes lesz, és se csatáztam még, hogy ilyen fixen vagyok, de talán, mint hogyha sikerült volna egy picit megmoczannom, na talán, sikerült kijutnom. Kijutottam a sziklából, és jön megint egy ferde szemű. Úgy van, ott van, meg is hal, de hát nem is én öltem meg. A franc figyel el. Mindig már, amikor azt hinném, hogy megölök valakit, mármint úgy, hogy én lövöm le, hát természetesen mindig akkor kapok asszisztot. Fogalmam sincs, hogy hogy sikerült ez mindig, de még nem is láttam más, aki lőtte volna azt az illető úriember, de hát elkezdtük húzni a C-t. Legyen elég ennyi mára. Jaj, gyerekek, ó, most nézem, egy hippiel van vizé felkarcolva az uzimra. Ha és én miket észre nem veszek. Hát elnyomok ilyen gránátokat. Ja igen, itt azt hiszem 5 gránát van egy emberkénél, nem egy darab. Az is azért mennyiség, egy komplet ilyen kisebb ilyen, hogy is mondjam, ilyen robbanás esőt tudok ezzel így generálni. És valahol itt vagyok a... Hát ott egy csónak. Most nem tudom, hogy ebben vannak-e járműek, gyanítom, az a csónak az valami járműszerűség akarna lenni, de én még magam nem jöttem rá itt a komplett technikára, meg úristen, úristen, éró! Kivégeztek, kivégeztek! Én már meghaltam kétszer, mikor haltam én meg? Ah, franc tudja. Mindegy, mindig tanul az ember. Elkezdték húzni a B-t, úgyhogy megpróbálok idejönni, és talán találkozok is majd valakivel. Hát találkoztam, csak a tarkómon volt, én meg hát na. Igen. Vietnám, hát igen, nem a bedrogozott emberek hazája. Jaj, csak a függ... Ó, és ott jön, ott úszik a kicsike. És már megint nem én öltem meg, ez meg csak úgy meghalt naturál, szóval.
A gyerekek hamar elfáradnak itt az emberek. Úristen, úristen! Sikerült nagyjából kikerülnem a tűzből. Álljunk oda pár gránátot, hát utána akarna szaladni a fickó, akkor hát ha beleronjol. Nem akart utánam szaladni. Én meg visszajövök ide, hát ha tudom védeni a zászlót egy darabon. Egyelőre úgy néz ki, hogy tudom. Csak az a kérdés, hogy eddig. Igen, kellett nekem kimondani, már is lelőttek. Van egy olyan érzésem, hogy a mai napon nem lesz pozitív a KD-m. Hát minden, ilyen harcnak is lennie kell néha napján, különben hogy bizonygatnám, hogy nem vagyok cheater, meg mit tudom én. Néha az is kell, hogy lelőjék a parasztot. De akkor legalább elhiszik, hogy hiteles, szóval hát igen, vannak ilyenek. Ott azon az ajtón be kéne jutni, gránáttal, hát tök béna vagyok, úgyhogy nem tudtam berobbantani, viszont a RPG-vel sikerült ajtót nyitnom magamnak, úgyhogy már is itt vagyok az amerikai zászló tövében, és húzzuk szépen vissza a pontot. És a dolgok jelenlegi állása szerint, hát ellenséges erő, ilyen vietnámiak nem találhatóak meg itt a közelbe. Úgyhogy rövidesen újabb 2500 korszal leszek gazdagabb, hogyha minden a terveink szerint alakul, és úgy alakult, úgyhogy ezt örömmel konstatálom. Az A és a B pont a mi kezünkön van, és a C, ami 200 méterre megtalálható a szerény kis személyemtől, az most jelenleg szürke. Hát gyanítom, arra felé kéne vennem az irányt, mert hogy ott van konfliktus kibontakozóban. Já, Istenem! Úristen! Valaki kiszűkeket tud itt elérni, de hogy csinálja? Amúgy lehet, hogy még egy pár szó fel fogok nézni erre a szerverre, mert hogyha már így tudok így tök ingyér Battlefield Bad Company 2 vietnámozni, akkor lehet, hogy megismerkedem ezekkel a pályákkal is úgy közelebbről. Nem tudom, a sohas kegyetlen fintora volt tényleg, hogy hót béna vagyok, meg most megyek ezen a pályán először, de mégis sikerült nekem elsőnek lenni. Nekem? Hát én nagyon nem játszottam ezzel a túró, ezek meg itt ilyen nagy promájer újra emberek vannak, és ezek nem tudom mit csináltak, de nem mindig értem én itt a dolgoknak a működési elvét. A lényeg az, hogy ilyen Mr. Bean-es feelinggel sikerült átvennem a világuralmat, kávé, úristen. Hát az RPG az nem igazán jött be. De van lángszóró, azt lehet a következő alkalommal ki kéne próbálni. Hát jó, most még egyelőre hagyom, állítólag ez fel lehet gyújtani komplett az egész pályát a lángszóróval. De nem tudom, hogy ez mennyire hatásos így az enemy ellen. Gyanítom, ilyen face to face, ha leégethetem róla a bőr, de nem hiszem, hogy ilyen nagyobb távolságokról. Úristen! Sikerült megölnöm, egy ember sikerült megölnöm. Úristen, de hát az meg honnan lő, és elnyomtam egy gránátot, de hát baszik azt sebezni. Lehet, hogy kasztot kéne váltanom, mert ez az engine kaszt le annyira nem erre a pályára való. Még ízlelgettem picit, de nem tudom. Kicsit úgy másabbra számítottam. Na most megnézzük, egy gránát, kettő gránát, három gránát, négy gránát, és... négy gránát, jó. Hát azt hiszem négy gránátot tudtam elhajítani. És nem értem el vele az égatt a világon semmit, pedig meg voltam szentül győződve arról, hogy ott valami ellenséges erő lesz. Ilyen az én formám. De ezek ők majd simán lerobbantják az agyvelőmet is. Érdekes. Mondjuk a csipákat, azokat megnézném, hogy azok mit tudnak itt produkálni. Úristen, ahhoz képest, hogy a hardcore szerver kb. Ugyanannyi golyót kell belelőnöm minden egyes csávókába. Itt egy normál szerveren. Csak nem akarnak ezek megdögleni. Hátok! Nem baj, majd itt a fűbe slattyogok szépen, aztán úgyse vesztek észre, vagy ha igen, akkor meg jaj nektek. Na! Ez meg hogy? Simán leszettek. Na nézzük meg akkor az assó út kasztot, csak állítgatok magamnak ilyen túrókat, bár ezeket a büdös életbe egyszer nem használtam még. Most hát használom őket, csak fogalmam is mire valók, mert nem fogtam vele foglalkozni. Úristen, és közeledik egy ellenséges vietnámi hajó, ami ebben a pillanatban meg is semmisült, hát nem bírta sokáig. Lehet ezért is nem nagyon használják a emberek a járműveket, mert hogy semmit nem érnek. Vagy ha érnek is valamit, hát na, mindegy, elég érdekes. Meg kéne közelíteni megint a C pont közvetlen zónáját, annál is inkább már, hogy elkezdték húzni a társaink a pontot, ezt onnan tudom, hogy egy az előbb az pár pillanattal ezelőtt még villogott a pontot
jelző cucc, és ott van egy vietnámi, én lőttem rá, de fedezékbe vonult, meg ott van egy másik, úgyhogy én is fedezékbe vonulok, már amíg nem tárazok, mert addig csak könnyű célpont vagyok. De már betáraztam, és valahol itt dekkol a vietnám is. Ott van. Sayonara baby. Oh, ja, mondjuk ez japán volt. Oh. Na, ez is meghalt. Jó van, adja. Ez az M16 akármi, ez tök jó. Na, na, na. Ja igen, itt van team kill is, úgyhogy óvatosan kell górelni a gránátokat, már fájás lesz ennek a jutalma, hogyha nagyon túlzásba visszük. És újabb 2500 kolz. Megvan a C-pont is, és elkezdődött a BZ fenomenális pillanata. Hát szegény vietnámiak. Most jelenleg nem bírnak az amerikai erővel, ho-ho, pedig a valóságba agyon verték őket, meg szétkokózták magukat az amerikaiak. Régi szép idők, úristen. Úristen, és nem akar meghalni az a macsong fejű, pedig mit belelőttem? Hát nem baj, kicsit visszavonultam. Hát megpróbálok elvegyülni a bambuszerdőbe. Ott van egy csónak. Na nézzük, ki tudom-e lőni onnan az embert. Nem. Most talán. Most felém se nézett a csávóka, már meghaltam. Érdekes. Ne jó van. Leszülettem, azt már robbanok is föl. Megpróbálok egy kis lőszeres ládát dobálni, mert hát ha az jó lesz valamire. Annál is inkább már még így is lehet kicsit gyűjteni a pontokat azokban a vészterhes időkben, amikor nem történik körülöttünk nagyjából semmi. Úristen, most ott van, ott van! Menekülj, te ganef, menekülj, úgyis meg fogsz halni, és... Nem halt itt meg a túró se. Fogadjunk, én meg átmegyek majd egyből előre. Na, na, tegyünk egy próbát, dobok a csávókának egy kis amót, na, legalább ennyivel elértem valamit. És itt most kidugom a nózimat, hello, szia! Na, tudtam, látjátok? Ezek mindig itt kempelik a eget. Ó, és elkezdett villogni az A-pont, de hogy a francba szöktek ezek meg? Valahogy el kéne jutnom az A-pontra. Hát csak a B felől fogok tudni menni, aztán vagy jó lesz, vagy nem. Egyelőre ott van egy vietnámos. Hát lelőttem a fickó, csak valaki engem is. Vannak reakcióidők. Nem baj, újra úgy osromoljuk az át, egyrészt a szimpatikusabb nekem, mert a C az nagyon közel van az ellenségnek a BZ-hez, és... Mondjuk úgy, hogy megnyúlnak az utánpótlási vonalak. Így meg azért kicsit könnyebb dolgunk van, mert hát itt ezrével ömlik majd a nép. Hát ömlik is, csak nem úgy, ahogy én szeretném. Jajjaj, hányas lehet már a KD-m, Istenem? Ennyire ergya, nagyon rég voltam. Jó, mondjuk bánységem erre legyen mondva, hogy tényleg egyáltalán nem játszottam még a vietnámossal. Mondjuk a fizikája az nagyjából ugyanaz, csak kicsit szokni kell még itt a dolgokat. Hát nem baj, ennek ellenére befoglaltuk az A-pontot, és újabb 2500 korsz lett ezért a jutalmunk. Juhu! És hát ömlünk vissza a célra, mert hát most már innen kiírtottuk a ember kéket, úgyhogy muszájak vagyunk újra oda menni. Az állás jelenleg 549 tikett a mi amunkra, és 208 tikett a vietnámi haderő részére. Kis komcsi vietnámiak, na de. Azt mondja, ennek dobok egy kis lőszer. Hát ennek kurvára nem kell. Nem baj, legalább megpróbáltam. Azt mondja, na neked haver, ennek már biztos fog kelleni valami. Hú. Kápszer, olcsó megkapható ázsiai nők, vagy lőszer? Hát természetesen a lőszer. Ó, hogy szeretik, nézzétek csak úgy, pereg a pont. Na. Az a kérdés, hogy merre vannak még a vietnámiak? Elnyomok egy pár izét, mert nem állt a kis szőnyegbombázás. Meg hát itt úgy is van hozzá cucc, akkor miért is, ne? És meg is öltem vele valakit, uhú. Látjátok, van értelme a semminek. És belesoroztam a fickóba, de még mindig él, és nyomtam még egy kis gránátot, hát ha jól lesz, jó, ez a figyfené. Csak le kéne, ezzel sikerült azt is leszedni, hülye kis vietnámiak. Meghaltok mind, mi van a dáj, ez az, megnyerem a háborút egymagam. Na de kérem szépen, újra itt vagyunk a C-ponton. És, merre van az ellenséges haderő, merre van a haderő, meg egy kicsit túlzásokba estem, na, átok.
Ó, de felélesztettek, miután leamortizálták a haderőt, adok neked lőszert, akkor ne szaladjál, bakker, hát... Így próbálkozzon az ember mások kedvére tenni. Na persze, nem úgy. Csak lőszerrel. Még 109 tiket, és rohamosan csökken. Hát így megy tovább, talán vége lesz a körnek. Ha! Menjetek már a picsába, honnan a faszból lőnek ezek le? Úristen! Úristen emberek! Hát jó, hogy én is hülye vagyok, mert egy hardcore szerverre mentem föl, ahol nincsen minimap, és még esélyem sincs arra, hogy izé, sem killkom. És még esélyem sincs arra, hogy kiszűrjem, hogy honnan lövik a kis sájhajomat. Ez már rájöttem, hogy valahol itt a hegytetőre felmehettek ezek szépségesen. És onnan szépen górják rám az olmot. Nem baj. Tápolom vissza a fiúkat munícióval, azt akkor legalább ennyiből hasznom van. Meg hát úgy fent megy majd a gránát vihar nevű találmányom. Hát de ezzel most semmit nem értem el. Legalább egy próbálkozásnak jó volt. Az a baj, hogy nem nagyon mászok ki az ilyen izé keresztüzekbe, mert mivel itt van team kill is, így hamar holtam végezném. Hát tényleg a célt azt befoglalták, hogy szépen visszamászok a célre, hát ha kapok egy kis pontot még önmagamnak. És jönnek a japók is, vagy izé a vietnámiak. Nem, miért kevelem én ezeket mindig ezekkel? Úristen, mi folyik itt? Nem akarok meghalni! Még olyan fiatal vagyok, ne öljetek meg! Csak be akarom húzni ezt az ászlót! Úristen! Na, egy lőszer! Még egy kis gránát! El az, sikerült befoglalni. Hát meg is öltek. Látjátok, eddig tartott a nagy döjfös. Előre menetelem. Na. De. Még mindig mi vagyunk a májerek. Nézzük, hogy hogy alakul tovább a küzdelem. És ott van a fickó, ott van. És sikerült legalább vele végezni. Ez nagyon komoly volt. Nem is láttam az egészből semmit. Úristen, már megint engem lőnek. És még 25 tiket. 23 tiket, úristen! Meg fogok én még ölni valakit? A végéig? Meg fogok ölni? Vagy engem ölnek meg? Mindjárt kiderül, másodpercek kérdése! Ide nekem egy enemit! Ide nekem valakit! Gyerünk, már csak 9, már csak 8, 7, lőszer, 5! Nem történik már is semmi. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy megnéztétek a Bad Company 2 Vietnám DLC-nek bemutatóját ezen a pályán, aminek a neve nem más, mint Operation Hastings. Remélem tetszett ez a rövidke kis műsor, találkozunk a következő epizódba. Addig is hello, szia mindenkinek, hát jó, még azért az eredményt megvárom, mert hát azért, ha szégyen, azért a szégyen. Igen, 12 gyilkolás és 15 halál, viszont mi lettünk az elsők, mert módszeresen kihasználtuk a kontrollpont foglalási adta lehetőséget, sziasztok!